A bajnokság 8. fordulójában a 100%-os teljesítménnyel élen álló Ferencváros fogadta közvetlen üldözőjét, a Haladás Viktória FC csapatát. A pontvadászat első körében a fővárosiak Szombathelyen is nyerni tudtak 3-1-re, így ennek a derbinek is ők voltak az egyértelmű esélyesei. Ennek megfelelően a hazaiak rögtön magukhoz ragadták a kezdeményezést, és már a 8. percben közel álltak a vezetés megszerzéséhez, ám Fenyvesi 20 méteres lövése a keresztlécről a gólvonal elé, és szerencsére nem mögé pattant. A folytatásban is a Fradi maradt támadásban, és a 25. percben Alexics kapufájánál újfent kis híján előnybe került. A félidő végéig azonban sikerült kihúzniuk a vasiaknak kapott gól nélkül, így 0-0-ás állásnál vonulhattak a küzdőfelek pihenőre. Térfélcserét követően viszont nagyon hamar megszerezték a vezetést Dörnyei Balázs tanítványai. Az 50. percben Csiki szabadrugását Kocsán továbbította a kapu baloldalába. A ferencvárosi támadónak ez volt a 8. bajnoki találata. A mérkőzés hátralévő részében ugyan a szombathelyiek megpróbáltak nagyobb sebességi fokozatba kapcsolni, de még helyzetekig sem igen jutottak. A Ferencváros végül teljesen megérdemelten nyerte meg 1-0 arányban az inkább küzdelmes, mint sem színvonalas találkozót. A végeredménynek köszönhetően a Fradi továbbra is pontveszteség nélkül áll a tabella élén, míg a Viktóriát bizonyára megelőzi majd a hétvégén a sereghajtó MLE ellenpályára lépő címvédő MTK. A szombathelyiek legközelebb november 4-én vasárnap játszanak bajnoki mérkőzést, amikor az Eto FC Győr együttesét fogadják.